Balogh bácsi, maga mit hoz az asszonynak a vásár fiá? Veszek a kékes tévé tetejére egy jeges medve szobrot, vagy ha azt nem találok, akkor a TSZ elnököt megállító Toldi Miklós szobrát veszem. Antennát tartja meg. Az a göncsőszekér mellett milyen csillagkép ott? Az egy kommunista szombat. Paktatok is, szegér, akkor az ember ugye nyugodtan az éjszakában. Csöndbe, csöndes éjszaka ez. Kínja a terem buráját? Esebefőtes üveg volt, valóban. De nem is az oklim hullott le. De a sok balegyed is azért van, mert ugye mennek, nem látja, valaki van előtte. Hát a múltkor is kivilágítatlanul mentünk ugyan rendesen, hogy kell az országútunk. Kérem szépen, ott tudja, volt egy esetem, hogy sót volt kertné. Tóth Marival. Kivilágítatlanul jön egy méter magasson velem szembe valami. Mi volt az? Zárlatos Szent János bogár. Mert ugye ember hiába megy egyedül ott az éjszakába, az történik, hogy mi van? Olcsón nem kapni dinnyét, mert 40 forint egy kis darabka dinnye is, tudja? Na, ez éppen ekkora, mint ez a bukós is most a kezembe röppen. Ekkora dinnyék vannak 40 forintjával, ugye? Mennyi kilója a bukós isaknak, tessék mondani? Nem a bukós isaknak, a dinnyének, ez véletlenül volt a kezembe. De ez már megvan lékelve, ez a bukós isak. Ide figyeljen, Balogh bácsi, miért nem világítsák ki petróleum lámpával a sekerét? Ha mi, olvasni akar? Dehogy is akar. Hát csak azért, hogy nehogy itt lássa, hogy itt ezek jönnek eszeveszettel. Kiraktam a lámpát. Hova tette? A tornácra. Hát tette meg a fenned legényeket, egy ilyen hülyeségek. Mondja, van a szúnyognak bukós is akja? Aznak nincs a csíp. Hopp, 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 hopp. És ez hangjáról ütélve ez tartálykocsi volt, mert megismerem az ívén, azt tudják, hogy hát röpülni. Hogy villoznak a szemei, még kormány is volt a kezébe, oda nézek, fönn van a fám mindig. Hát ősz van. Ősz van, látszik, vialakba repülnek délfelé a tartálykocsit. Na most már az a lényeg, hogy motorizáció ide, motorizáció oda, mi vagyunk a leggyorsabbak, ez már biztos. Hát senki nem előzött le minket. Hát most már az úton mehetnénk hosszában is. Álljon oda a mikrofonhoz, mert adás van. Adás? Adás. Miért adás? Maradjon meg. Szeretném magát bejelenteni. Tudom, fiam, 42-ben is bejelentettél. Apuka, ide figyeljen. Nagyon szépen megkérem, hagyja, hogy elmondjam, hogy miről. A dolgokat szeretném nem elmondani. Nem a dolgokat kéne, fiam, hanem a témát. Hogy is hiákod? Meg a micsodát. Hát nem... Most nem is magadról, hanem rólam, édesapádról, aki annak idején ott édesapuka volt, drága, amióta én magát síretettem, nem bírok magával. Sinre? Síretettem. Először ugye befalazott. De elég rosszul, mert megint itt dumál. Aztán úgy beásott a kútba, hogy csak a fejem volt kín. Apuka, mély hazudik. Nem volt kín a fej, rátoltam a szekrényt. Mit hazudik? Elmondhatom, hogy miről van szó? Ó. Idősebb Káló József, édesapám, el fogja énekelni ennek a szép baralánynak, hogy mondd, hogy van tisztem által, hogy már csak fogja sem már énekelni. Dombon van a háza. Mi maga földmérő? Most őszintén. Papa, nem mindegy, hogy mi hol van, mert én elmondom, mi hol van, megadom a hangot, citerázok, maga énekel, és el van intézve, jó? Ne rendezkedjen. Na, gyerünk. Mi az, apuka? Mit néz? Nem látott még citerá? Mondja meg őt! Nem látott még citerá? Papa, olyan fárasztó lett, hogy nyugált kell magához beszélni szemben. Még egyszer bemondom magát, jó? Idősebb Káló József, édesapám,
ez van. El fogja énekelni, amit Kemecsén is elénekelt nagy sikerrel. Ennek a szép banalajnak fönn a dombot égett a magam. Dombon van a háza, mondd már ki! Papa, mi maga a helytörténeti múzeum? Mondja meg őszintén, hogy telekönyvi kivonat? Ennek a szép barna lánynak. Melyiknek? Aki lerántotta a tapétát. Egyébként a tapéta, már itt tartunk. Megszereztük, hogy Békásmegyerbe ezt a gyönyörű lakást, igaz? Főmentünk a lakásba, ott áll az öreg és rángatja le a tapétát a falra. No, mit csinál azt, hogy kicsomagolom a szobát? Fáradt fiam. Beköltöztem, szerencsétlen édesapáddal ilyet csinálsz. Haza megyek, azt mondja, hogy van birkózógép a lakásban. Azt mondta, állt ki két drót a falból. Azt mondja, fogja meg birkózógép. Megfogta, úgy a falhoz vágott azt. Megbeszéltük, amit meg kellett beszélni, most magát bejelentem, elének a dolgot. Szomszéd ma át fog kopogni, mert nem bír magával. Ott van Soma bátyánk, aztán majd kopogtat, azt jó nézünk. Na gyerünk, fater! Így az életben nem fogja végének élni. Lekéstük a kápolnáséki csatlakozást meg. Majd énekelett az állomásfőnöknek Dombováron meg. Majd benne az őrsön. Csak ott magát már végig se hallgassa. Alsó őrsön, az kéne magának. Meg kővágó őrs. Sopron kőhida vágó őrs. Na jó, kész, tényleg magam hozzá. Ennek a szép barna lánynak Dombon a Márcsat volt és apa már énekel. Dombon van a háza. Ide figyeljen, fater. Még egyszer megmondja, hogy hol van. Én magát úgy hókon vágom, hogy németül fog beszélni, és leállom vizsgálni. Hát én még ilyet életemben nem láttam, hogy egy ember állandóan elmondja, hogy mi hol van. Én a dolgokat mondtam fiamhoz, meg ott van a helyén. Ennek a szép baralánya kapjon bele, fate, ne cifrálj. Gyerünk! Erre várnak, hogy maga az első díjat számát elénekelje. A Kemecsén első díjat elhozta. Elhozta az első díjat. Keresi is a zsűri azóta rendesen. Ennek a szép annalának dombom van a háza. Ez az volt, bárra, nyugodt. Mi van, bedugult apukad rá? Mondja, mi baj van? Elfelejtettem. Mondja, papa, ennyire gond van, miért nem megy be az orvos, az ingyen van? Voltam. Tudom, hogy volt, tudom. Azt is tudom, hogy mit írt, hogy menjen, azt jól mosdassák meg, tudom én. Jó, fiam, nem kell, hogy nekem beleszóljál, eszembe jutott a szöveg, azt elmondom egyedül, az kész. Jó, nem kell, hogy nekem segítség. Nem segítség. Ne súgjál nekem. Súgjon magának a déli szél, azt súgjon. Az. Megmondom magának őszintén, apuka drága, én el vagyok úgy magával, én tudom azt, de maga életében egyszer mondott végig egy mondatot tisztességesen, amikor belesett a kútba, hogy segítség. Azt mondtam, hogy elmondom és kész. Hát azt nem akarok én magával. Nem kell, hogy súgjál. Azt mondtam és kész. El vagyunk itt. Ennyiben, na. Fejezd abba és kész. Azt mondja. Ennek a szép barna lánynak dombon van a háza. Sudar. Ne sudar. Nem, csak mondtam. Nézzem, hogy... Nem
Sudár, jegenye favonás, ott varában. Hede, sudár. Ne zúgja! Megmondtam! Megmondtam! Nem megmondtam! Megmondta! Mit mondtam? Hát ez az, ezt nem tudom én sem. Megmondtam, hogy nem kell, akkor nem kell. Tudom, azt egyedül elmondom kívülről. Na, azt mondja. Olyan! Na, most súgja. Persze, most súgja. De mondja meg, apuka, ebbe a rohadt életbe, mi volt, amit maga egyszer tisztességesen végigcsinál? Téged, fiam. Amikor én már ott 1910-ben már ott a viharsarokba fölkeltem. Fő, 11-kor, mikor már mindenki kint dolgozott, attól keltem. Amikor 914-ben az első nagy háborúba elmentem a frontra katonára. Apuka, fejezze be, jó? Fejezze be, olyan lúdtapa volt, hogy nem lehetett hanyat lökni, maradjon meg. Különben is olyan asztmája volt, úgy kölgött, hogy azt lőtte be az olasz tüzérség minden nap. Nem igaz, fiam, 4 kitüntetést adtam. Azért kaptam, mert 2 éjszaka nem kölgött, azt tudtak magától aludni a körlát. Viccelődik. Csak az elfelejtett, fiam, hogy én abban a csatában, fiam, elveszettem a fél lábamat. Papa, nagyon buta vicc, ott van mind a két lába. Hát a csata után megtaláltam. A nagy hatalmak visszacsatolták. Téma be van zárt. Nagy hatalmak is, meg maga is be van. Fejezd. Mi volt 19-ben, arra meséljön? Tessék, fiam, amikor én 1919-ben Szegeden voltam, darútollas vörös... Mi volt maga elvetemült? Mi volt maga? Vörös. Az erőködéstől? Nem szégyeli magát? Ott ment a horti lova mögött, azt maga nyerített állandóan. Vörös volt. Persze, hogy vörös volt, mert nem bűnt a géppuskát arrébb úgy az erőködéstől volt. Kész, 42-ről meséljen. Tessék, fiam, tessék, amikor én 1942-ben a második nagy háborúba megkaptam a behívómat. Én egyből bementem. Be a Katihoz a falu végén, tudom. Miért a Katihoz ment be? Mi? Azért, mert ott volt a kielégítő parancsnokság. A 43-ban még kellett magának Szibériába menni, mikor mondtam, hogy ott hideg van. Még kellett? Még kellett, mondja meg. De miért kellett magának? Elmondom. Még kellett? Azért, mert vittek. Papa, ki vitte magát? Hát a lábaim vitte. Azért mondom, apukat rá. Hát aztán, amit csinált magot nekem 44-ben a faluk főterén, hát az a főtéren, az a cirkusz, hát én azt hittem, nem, hogy... Cirkusz ott... volt, fiam, ott mi volt az? 44-ben ott volt a faluk közterén, az életnagyságú nagy lovasszobor, amit én tiltakozásból felrobbantottam. A lovasszobrot? Aztat! Tudja, mit robbantott fő? Hát. A csodálkozó biciklis postás tapukat rá. Nem tudom. Téma be van zárva. 45-ről meséljön. Tessék, fiam, 45-ről. Na. Akkor 45-ben jöttek a partizánok. Végre, apuka, ezt mondja, végre. Jöttek a partizánok 45-ben. Én adtam nekik melegét. Rendes dolog volt, apuka. Meleg ruhát. Ez is rendes dolog. Bekötöztem a sebeiket. Ez is rendes dolog. Hálásak voltak a partizánok, papa. Hálásak voltak. Jó van, voltak. Papa. Megköszönték a partizánok? Megköszönték. Na, mit mondtak a partizánok? Mondták, hogy... Dankeső. Na de az is szép volt, mikor 46-ban bejelentés nélkül, meg telefon nélkül, csak úgy berobbant maga nekem a pártitkár az ajtóstól. Ajtóstól berobbant. De miért robbant be magadon? Azért, mert aknára léptem. '52-ben a legvadabb időkben. Végment nekem farsankor a lányosházaknál, bedörömbölt a baltával, és akkor kijött a menyecske megkérdezni, hogy ki az maga vidáman, azt mondta, AVH. Nagyon jó vicc. 28-a kaptak infarktus maga miatt. Miért csinálta? Édes fiam, akkoriban ez volt a népszokás. Papa, az is népszokás volt, hogy 56-ban 3-szor diszidált apukadra. Mondja meg őszintén nekem, hogy igaz lelkire. Miért kellett magának Máté Szalkán menedékjogot kérni, papa? Azt hitt, hogy Indiában van? Hát úgy néztek ki. Téma be van zárva.
De amikor harmadszor elkapták magát Albert Isán egy marhavagomba, magának már le volt plombálva mind a két füle, így volt. Ott állt négy kézláb és várt a fejésre, igaz? Nézze meg a fejét, benéz egy óvodába, a gyerekek ilyetükben megállnak a fejlődésbe. Kész. Bejelentem, megyünk a dolgunk. Nem, mi ezt nem csinálunk. Idősebb Kálló és a Fidesz meg fogja nekezni a barátokat, mondom, a csapat is a barátokat. Meg nem mondja, hogy hol van, meg nem mondja, mert úgy itt marad egyedül, mint... Az a baj, fiam, hogy én már nem mindig tudom a szöveget. Papa, ne nagy képüsködjön, hogy nem mindig. Ennek a szép barna lánynak domború a háta. Pupos, pupos, mi van vele, pupos? Meg talótetős, meg lánykerekes, meg mit tudom én micsoda. Zsebkendőm, négy sarka. Papa. Fel van virágozva. Papa, sudár jegenyefa. Az is. Sudár jegenyefa van a Gábor Áron. Papa. Nak. Pláne, gyönyörű, jó. Ha még egyszer azt üzeni, nekem most már kiköl meg. Telefonbeszélgetés lesz Bécs és Budapest között. Ez a telefon, ez egy budapesti vállalati irodában van, az a telefon pedig egy bécsi szálloda portáján. Hello? Hallo, guten Tag, ich bin... Ja? Ich bin... Ja, ich bin hier. Ja. Na, ich bin hier. Ja. Entschuldigung, du bist Hotel Wien. Ich bin Hotel Wien, ja, du bist Hotel Wien, ja. Aber ich bin Budapest, nicht Hotel, ich bin... Budapest. Ich bin Hotel, ich bin ja. Nicht Budapest. Und bitteschön, ja. Ist meine sehr... Ist ein, ich, ja, ist ich mein, bin... Mein Freund, ist ein Hotel Wien, mein Freund... Ja? Nicht ich, nicht, nein. Mein Freund ist... Ungarisch, megrugod, ugrális. Hát ja. Mire, bin ich, ja. Mein Freund ist im Hotel und der ist, ich muss, ja, ich muss. Ich, nein, ja, ich bin. Ich muss mein Freund... Ich bin, ja. Jöjjön rád a nehézség, hát ilyen nincs. Te vagy az? Miért nem beszélsz te magyarul, te? Te lófej, megismertem a hangodat. Miért nem beszélsz magyarul? De valaki németül brekeget. Én voltam az. A németül szólaltál meg. Ja, hát nem mondtam, hogy németül beszélt valaki. Én azért, hogy azt hittem, hogy te német vagy. De tudtam, miért... hogy te beszélsz németül. Bólintottam, nem figyelsz. Na jó. Ne arra, hogy nem figyeltem. Na figyelj, apa, honnan beszélsz? A vállalattól. De tudsz honnan beszélni? Hát hogyne, persze, a titkárőnek nagyobb füle van, mint foga, meg minden. Na jó, akkor azt mondd meg, hogy amit megbeszéltünk, azok közül mi kell, mit vigyek. Na figyelj, nem mondom, hogy mi van, jó? Jó. Akkor... Jó, akkor te csak mondd, jó, te csak úgy érts egyet vele, nem kell semmit, érted, majd én mondom, hogy... Van, a Balázs, figyelj. A Kertner-strasse tudod melyik, figyelsz? Igen. Érted? Igen. Na most, a Kertner-strasse, hogy kimész egész a Stefánkirchégot, balra kanyarodsz, és ott van egy ilyen kis tér, és ott van egy hangszerbolt, és hozol nekem egy hegedűt tokkal vonóval, érted? Hol van ez? Húj, a Stefánkirchéves réjen szembe, ott van egy kis ilyen teraszok, ilyen presszok, és ott van egy hangszerbolt. Ne, ott fegyverbolt van. Befognád a pofádat? Azt a mocskosat figyelj, ide szívem. Lehet, hogy ott van fegyverbolt. De te a hangszerboltba mész, érted? És hozol nekem egy hegedűt tokkal vonóval, érted már? Nem értem ám, hát most te zenélni tanulsz? Igen, nagymamának el akarom játszani a Brandenburgi koncertet, érted? Figyelj ide, te én nem hegedű? Is tudok, te puputeve, ide figyelj. Ott van egy hangszerbolt, megismered a kirakatot, figyelj rám. Például van benne távcsöves nagybőgő, érted már? Meg hangtompítós klarinét, érted? És hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, de ne Stradivárit hozzál, te figyelsz, hanem Röömöt 8 mm-es, érted? Egyik húr el, jön a másik helyre, érted? Gáz hegedű, érted már? Konyhába akarsz hegedű? Igen, az ötborsó főzeleket avval akarom melegíteni. Hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, figyelsz, és olyan tokot hozzál, hogy a hón alá is be lehet tenni, érted? Izadni fog ám. Nem baj, azt...
Azt használom majd dezodornak, ezt téged ne zavarjon. Légy szíves, hozzá... De most nem értem, figyelj, hát mit vigyek? Baláska, most mondom, hozzá legalább 50 darab gyantát, érted? Ilyen szőrös a lába? Igen. Így, ahogy mondod, Őzikét játszom egy új természetfilmben. A szarvasbőgésben. Ne viccelj, most akkor figyelj, mit vigyek? Várjál. Semmit. Én nem is tudom, te, miért nem terepültél Ausztráliába például? Elmentél volna a kengurunak, a farkadra támaszkodhatál volna, érted? És jól megélnél belőle. Várjál, most lejár a vonal, mit De most vigyek? Miért kell ezt velem csinálni? Mit ne vigyek? Hozzá, hagyjál békét. Gyorsan. Ugyan nevetséges. Mit vigyek? Na, figyelj ide most, hát tényleg ne idegesítsél föl. Bemész ott a gürtlön, van egy nagy ABC áruhászerűség, és mellette van egy kis, hogy mondjam, könyvesbolt. És onnan hozol nekem, kérlek szépen, egy francia impressionistát. Hol van ez? Mondom, ott az ABC ára az lehet ott a gürtelen, tudod? És mi van? Könyvesbolt van ott. Nem, ott videóbolt. Fogd be a pofádat. Ide figyelj, ne hülyéskedjél. Hozol nekem egy francia impressionistát. Most mi kell? Baudelaire? Nem. Verlaine? Nem. Rambo? Igen. Figyelj, de ne az első kötetet, mert azt már lát, olvastuk. A másodikat tessék szívesen elhozni. A szilveszteri kiadásba, a Stallone kötésbe, érted már? Tetszik érteni? Nem értem, de most várjál, most végül is mit vigyek? Semmit. Semmit ne vigyél, telepedjél le, vagy menj ki Dél-Afrikába. De várjál, és akkor magad. Más nem kell? Na jó, figyelj Baláska, utoljára tényleg szedd össze magad. A külső autópályán van egy ilyen használt autópiac, és mellette van egy alkatrész üzlet, érted? Egy svéd alkatrész üzlet, megismered a kirakatot, színes képek vannak benne, férfiak, nők, és hozol nekem egy alkatrész. Ez autó alkatrész? Hát persze, hogy nem. Világos, be akarok építeni az asszonybe kupunktárcsát, a logikus. Ilyen állat nem lehetsz, Baláska. Figyelj ide, kicsi szívem, színes újságok vannak a kirakatba, figyelsz rám? Igen. Férfiak, nők, ruha nélkül boldogok, érted? Ottan sokan vannak, és... Ez valami nyári párt értekezlet? Na jó, kész. Téma be van fejezve. Na most várjál Baláska. Abban. Most akkor mit vigyek semmit, arról be? Semmit, Baláska, felejts el. Megbeszéltünk valamit. Csak kellemetlenséget okozó, semmit ne hozzá. De ne viccelj, és amit megbeszéltünk Balázs, otthon, figyelj, hogy a gázpisztoly, a Rambo 3 és a pornófüzet nem köl. Anyád! Csikés kaminét! Elém, elhattam a két! Irat, irat, Margit irat! Ott a csak a kaminélat! Hálál, irat! De még kislány, nem lesz baj! Megjön majd a havi Zsord! Boldog új évet! Kitoltam a főnökkel, mert beosztott ma is, hogy dolgoznak, mert ma van 197. hónapja, hogy katona vagyok. Ma is kiosztotta hogy a beosztásomat, hogy ráküldött a terrautóaknál, hogy tisztíjam ki. Én meg kitoltam, mert én is ünnepelni akartam. Aztán fölhívtam a másik telefonon a törzsparancsok hangján a főnököt, és akkor most ott kergeti a saját farkát. Mutka ezzel az állattal, majd a föltözsevtársa. Én mondom azt neki, hogy egy állat, mert a feleség az úgy beszél, hogy kicsin kis bogárkám. A bogár meg egy állat, ugye? Na, szóval múltkor voltunk vele egy ilyen közös nagy baráti országok, nagy közös baráti hadgyakorlatán, ami egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban volt. És ott volt egy fiú egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban, aki nem volt magyar. Na, oroszul beszélt. Olyan rosszul beszélt, és mondta nekem, hogy amikor náluk volt egy évvel ezelőtt egy ilyen nagy hadgyakorlat, állítólag megtörtént dolgot, hogy már Kijev fölött szálltak 6000 méter magasságban gyakorlatozó repülőgépek, akkor azt vette észre az egyik pilóta, hogy a jobb oldali kis ablaknál kívülről befelé integet egy fejkendős öregasszony. Ja, lába alatt meg ott volt a söprő. A pilóta gyerek meg volt ijedve, aztán nincs leírva a szolgálati szavázásban, hogy mit kell csinálni.
Erre ő meg visszakopogott az ablakon, szója, ne arra gudjon nénike meg a boszorkány. Dehogy is édesügyem, takarítónő voltam Csernobilban. Legszebbet nem mondtam el. Hi, az volt, hogy múltkor ez az álva, flötözsertás, lekísért az orvosi rendelőben, meg akarták nézni, hogy van-e valami a tüdőmbe. De nem volt, mert elrejtettem rendesen. És a lementünk, az előtte mentő, és föl volt öltözve, sapka, meg csillagszórók, meg mindenféle díszek loptak rajta. Aztán beállít előle az orvoshoz, orvos megfogadta, azt mondja, na mi van, flötözsertás? Ez meg ott áll, leveszi a sapkát, és ott üt a fején egy béka. Erre megszólalt a béka, nézze már meg, doktor úr, mi nőtt a fenekemre? Húzzon ide! Húzzon ide, mint a vadliba! Vigyázz! Az igaz, hogy leszerelés lesz, de nem dobáljuk el a szerszámot meg. Mi van a kezébe? Görcs. Mi az? Szakát ragasztott a motoros fókának, vagy mi az? Mi az otto? Jelentem, hogyha a partista tetszik gondolni. A szolgálati szabályzatnak megfelelően rövid sportosra leníratta a fizuráját. Kopasz, ne fárasszom, mert nem hoztam magam a tábori ágyat. Az mi ott az a másik ott a... Tetszik tudni, ez a csődör. Vödör, vödör. No, mondja el, kopasz, a vödör szótárja alakját. Ne nézzen, mint aki nem látott még hülyét, gyerünk. Hát én vödrök. Jó. Fog ez menni, kopasz, nincs gond. Te vödörsz? Bizony. Övödör. Övödör. Mi? Mi? Ja. Mi vödrünk. Ti? Ti vadar. Nem. Ők lavornak. Maga fatökű lepke vadár. Hány részből áll a vödör kopasz? A kopasz vödör három részből. Fejtor potro. Mit tart maga a vödörbe, kopasz? Kisebb állatokat, papagáj, teknős békát, rövidebb nyakú zsiráfi. Ne hűljön. A vödörbe nagy dolgot kell tartani. Ha fölé tetszik gugolni. Miket belekeg itt össze? Maga dugófejű hullarabló. Miket dumál itt össze? Mit szólt a maga anyja, amikor maga megszületett? Elcsodálkozott, hogy fiút szeretett volna. Miért a maga személyi száma mennyivel kezdődik? Másféllel, vagy mi van? Atya úristen, a múltkorral kapcsolatban volna egy megjegyezni való. Tessék nyugodtan már, ha már így összeértünk. Volt az eligazításon, hogy aki önként jelentkezik népdalszakkörre, az elmehet. Maga hova ment? Elmentünk mi is, azt volt. Persze. Piálni, mint a vadállat. Nem. Itták a söröket, mi? Nem, fröccsöztünk. Hey, kopasz. Látja, hazug embert hamarabb utolérik. Ha autóval mennek utána. Hazug embert hamarabb utolérik, mint a... Mint a után. Mint a sánta ku. Ne mondjon, ilyen gyerekek vannak. Sánta kutyát, miért kopasz? Hát a sánta kutyát, az tényleg, mert az a három lába van, aztán mégse zongora. Pedig a lónak is három lába van, mégse forduljon hátra, mert úgy áll, mint a lóné. A lóné hátra fordul. Lóné hátra fordul, a kancácska, aztán utána... Az nagy baj van. Örülök, hogy magában, hogy egységesen benne van az agyalágyultság. Jó van.
szóval voltak népbe a szakköröm? Mindenhol voltunk főnök, de nem azért, mert ugye a kulturális dologhoz... A könyvtárba oda meg, hogy szinte minden órában oda jár. Minden órában oda. No. Hát ha minden órában oda jár, akkor mit olvasott utoljára? Hát ugye dolgok voltak meg a kezemben, amit vettem a könyve, is voltak volt. A jó. Olvasmányok. Mondjál a hét vezért! Álmos elődont kont, hapci vidor, tudor. Nem szégyeli maga? Miért nem olvas egy kicsit? Tényleg? Jó, mondok valamit. Remélem magának is eszébe jut róla valami. Na, gyerünk. Negyedik Béla. Magam. Ötödik Béla. Én nyertem föl. Remélem nem csodálkozik, ha nem túlzottan fogja látni a laktanya kiáratát, ugye? Hát, ha becsukom a szemem és kienged úgy az utcát. Ki volt Monte Cuccoli? Hát ott a bokorhaján láttam én is, ahogy nézte ott a... Még szóltam is a rendésznek, hogy menjen oda, mert hát ha valami... Miről beszélj maga? Hát a... Ki volt Nero? Hát a Ráró kispejlova. Emlékszem, kesének becéztük, mert nem nőtt ki a szőre rendesen. Római császár volt. Lehet, hogy az is rajta volt, én a lovat néztem. Mondjon egy török szultánt. Azerbajdzsán. Miért? Miért Azerbajdzsán? Hát gondolom, az édesanyja nevezte így, hogy Azerbajdzsán nézel, de ez én kisfiam. Ki volt Hannibal? Hannibal? Hát ette az embereket a lóhát, vagy elefántpárton. Az Kannibal maga, ütődött. Ez meg Hannibal volt. Az, ott volt a narunk. Na kérem, ki volt Attila? Attila? Hát, jaj, a szegény láttam, mint nagyon ki volt. Hát ott futkosott szerencsétlen. Főnök osztotta rá, hogy ott fusson végig oda. Attila, Hun! Hun, hát a kárt végigvált! Hun! Mi volt a hunok fegyvere? Hát tisztelte voltak náluk ugye ezek a váravertők és a... Nyír! Nyír, nyír, nyárnyúj! Ne nyárnyogjon! Mibe tartották a hunok a nyilat? Hát a tokja volt rendesen. Na azt a tokot hogy hívták? Na hát a... Ennyit kéne már tudnia. Na, tegez! Csezd meg, akkor se tudom. Nem jut eszembe, apukám, na. És van ilyen, hogy kieszik az ember agyából, te se vagy mindig olyan okos, na. Miket brekeg itt ha maga? Ha már szíveszterezünk is. Miket brekeg itt maga? Kérlek, milyen függelemsértés ez itt, te? Hát most... Miket dumál maga itt össze-vissza? Azt hittem, hogy kocintasz velem, haver, nem? Mit csinálok én magával? Ha most te nem magázol ön vissza engemet? Ha maga beszedte a fogalmazásgátló? Ha mi van a maga vállapján? Hiány van, de már jelentettem. Az én vállapomon mi van? Jelzések vannak. Mi vagyok én? Turista út? Mi? Mi ez itt a vállapomon? Három csillag van. Mi az a három csillag? Jó konyak. A jó felébe emlik maga. Ha mit képzel maga? Azonnal mondja meg, hogy mi az én megszólításom. Kedves uram! Minek néz engem? Hát azt most elmondaná. Álljon oda! Maga elvarázsolt fatökű lepkevadász maga. Mama kedvence. Gyerünk, ismertes a néphadseregben rendszeresített rangjelzéseket, de villámgyorsan. Első a... Első a Ferencváros. Az esze tokja, az az első. Első az őrvezető. Őrvezető. Őrvezető? Őrvezető. 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 Szegeden, itt úrvezetőnek mondja. Őrvezető. Őrvezető, jó, majd ne beszélgetünk ki, ja. Őrvezető után jön a ti. Mi nem, mi itt vagyunk egy helyben. Tizedes. Tizedes. Vessző. Nincs vessző. Nincs vessző. Nincs vessző. Jó, leoperálták. Nem operálták le. Tizedes után mi jön? Huszados. A maga agya az. Hogyan tájékozódik a sötétben az őrjáraton? Tiszteltem, mint a denevér. Fejjel lefelé. A farkam lefelé. Még, nem, nem. Moson elegem magából. Azért jöttem ide tulajdonképpen, hogy lesz egy kultúrrendező, vegy elő a szöveget, azt elmondjuk azt a bevonási balladát. S nézk, rrd, mávad il, hun, hisz, hep, léteker, hapel, sász, mert... Eszkimó mennyasszonya van, mit szórakozik itt? Adja ide. Másszon visszaére, majd felolvasson, ne sugjon, nem utogasson itt nekem. Köszörkérkede, bügergű! Terdőközölmör, de berg... Elmegy a jó büdös franza, fordítatta ide ezt a rohadt papírt.
Hogy lehet így felolvasni? Elnézést, így rakták a zsebembe föl. Mondja, kopasz. Mondja meg őszintén. Nem szokott érezni hátul az agyal? Vagy nyomást itt hátul? Főnök, valaki ütöget hátulra, fedezzen! Mit csináljak én magával? Fedezzen, főnök, gyorsan! Fedezze magát, tudja ki fedezze magát hátulról a bábol nagy csődőr nagypapáról. Azt fedezze magát, hogy még szaporodjon is, mi? Marsd ki innen, a fene a jó dolga! Sút Rádió Budapest. 19 óra 30 perc. Kőbezárt lélek. Oknyomozó riport. Ezt a műsort a Valóság írta mikrofonnal. Jó napot kívánok! Merre úrra majdnál, prózva innen! Jó napot kívánok! Dolgokat itt te! Jó napot kívánok! Kérem szépen! Ennek is enni kéne. Elnézést kérek, hogy... Mit akar? Ilyen korán már, mert föl... Jó napot kívánok a Magyar Rádiótól. Hogy jött meg a gazdámat az ajtó? Hogy jött be maga? Bejött itt maga, aztán úgy jött be, mint ott a kintra jött be maga, ott volt. Bejött maga. Elnézést. Hogy jött be maga? Kérünk mi. Átrepülte vagy mi maga? Szatellit vagy mi az Isten? Jó, hogy nem jött be a zsalom, pedig a szúnyoghálót is főtettem. Szórakozik itt, de... Elnézést kérünk a korai látogatásért. Mi itten egy ügyből, aki nekünk rengetegen írtak, hogy... Nyugodj maga, mit akar, beszélte a fogalmazás gárdod, vagy mi az Isten szerint maga? Szórakozik majd, de nekem itt vannak a csalicskával, mennékem ott a kefe, bekerülnek a lónak is, de majd voltak, nem a dolgokat. A kefe a... A kefe a ló, a ló, a ló úgy hívja. Elnézést kérünk, hogy itt ilyen korán már megzavarjuk a reggeli munkát, de a Magyar Rádiótól jó napot kívánok. Na, hála is, izékedik az ember, már megkezdik a jó szórakozás az ember. A munkatot a televízert rádiót volt, a televíziót volt. Itt volt a filmgyár! Itt volt a filmgyár is, itt volt! Kérdek itt a szórakozás! Hát nem tudok, hogy trágya szart arra vinni 5 méterre, mert magunkat... Kérném szépen! Nem tudok arra vinni! Meg 2 méter jönnek a nyekergőre! Elnézést kérek nekünk! Kérném szépen egy problémából kifolyólag, hogyha adna egy interjút! Vért ne adjak! Itt van, vehet vért! Vért ne adjak! Nem tudom a nadrágomat, amit akar, azt csinálni! Nem arról, hanem... Dolgokat itt, hát az ember itt, megfogom a trágyaszal, vizem arrébb. Gyűnnek, hogy hagyja ma itt, már adjon ma! Elmondanám, hogy... Adjon, mit akar maga? Honnan gyűjt maga? Problémakör... Honnan gyűjt? Magyar Rádió. Jó napot kívánok, honnan gyűjt maga? Tessék! Honnan gyűjt? Tessék, mondom, honnan gyűjt az ember? Elnézést kérek, csak egy pillanatra... Magyar Rádió, hol a rádiója? Nem adom a rádiója. Papírt, van. Papír. Tudja nekem, milyen papírom van? Elmondja magának? Szépen. Nekem olyan papírom van, bemutatom a rendőrsége, magát elviszik. Olyan papírom van. Annyira. 45-ben kaptam, amikor perfektem volt. Akkor elnézést, elmondanám a papírom van róla. A tényállást. Itt van a papírom, nincs nálam, de itt van. Szépen, rengeteg bejelentést kaptunk, hogy az önök falujában egy idős öregembert befalasztak. Mit csinálnak itt a bejelentése? Mit jelentetek be itt a szomszéd, mit jelentetek itt, szeretném tudni? Szeretném én azt a dolgokat ott voltak, ott szeretném tudni, hogy mit jelentetek itt be? Azt szeretném én tudni. Tudni szeretném. Szeretnénk tudni az okát, hogy az idős öregember miért falasztál be. Rengeteg bejelentést kaptunk. Bejelentést. Én is 44-ben bejelentettem az egész szomszédot, senki nem vitt a csendőrök. De most kérném szépen... Bejelentettem. Bújkárdagot négyen is. Bújkárdagot senki nem vittek el. 20 kilométert hiába gyalogoltam. Bejelentettem. Arról szeretnénk tudni, hogy... Én is bejelentettem. Nagy dolog, és akkor mi volt? Bejelentettem. Na mondja, mi a dolog? Ember bejelentést tett, hogy befalasztak egy embert. Mit csinálnak ide? Ennek az oka. Mit csinálnak? Itt befalasztak egy embert? Hogy szemezed, hogy nem sül ki a... Ott, kérném nem szépen ki, nem sül ki. Egy pillanatra, hogy mi volt ez a... Jó, nem csavarodsz az agyamba bele, már szórakozom majd. Legyen olyan kedves. Dolgozzál valamit te is. Elnézést kérek. Mi csinálnak itt maga? Befalasztak egy embert, aki állítólag. Szórakozom már velem. Leszor, tudja nekem, hogy nekem két oldalim van. Ha nekem, én bejárok a kórházba, két oldalim van. Mondta is a múlkod, nekem tudja, hogy a köllettparancsnokom mit mondott? Elmondom magának. Elmondom a köllettparancsnokom mit mondott? Azt mondja, Béla maga, kurva rendes ember, ezt mondta nekem. Kérném szépen, szeretném, hogyha... Erről nekem papírom van. Hol van? Nincs nálam. Várjon. Joli!
Joli, most Joli, nem hajom, mindegy, van papírom. Ne erről beszéljen, hát most arról van szó, hogy az idős öregembert, akit befalad, ha megengedné, elmennénk a helyszínre. Legyen olyan kedves, akkor elnézzük. Hát akár hozhatja a honvédséged is ki, házkutatás, mert az anyja volt, ahol be volt falazva az idős öregember, megtekintjük. Igen, itt volt a jószágok mellett, ugye? Jani bátyám! Jani, én Béla vagyok, ne szórakozom. Nem maga, az apja, az apjáról van szó. A franca aki... pofájában ide jön reggel 8-kor, azt még a nevét se tudja. Józsi bácsi, aki hívja. Józsi bácsi. Reggel 8-kor ide jön. Ide jön reggel 8-kor, és még a nevét se tudja. Józsi bácsi. A dolgokat az ember, azt a témát. Elnézést, hogyha most megkérdez, Józsi bácsi, mi igaz arról, hogy önt befalaszták? Nem tudom. Mondja meg maga szemét, Lala. Mondja meg, mert megfogom itt valamit. Nem, ne. Megfogom, mondja kérném, meg neki. Kérném. Mondja meg neki. Mondja meg, mondja meg, hogy honnan jött az eltárs, elnézést. Magyar Rádiótól jó napot kívánok. Mondja meg, hogy honnan jött. A Magyar Rádiótól jöttem, jó napot kívánok, hogyha egy megkérdezhetném az ön apját. Mondja, hogy beszél, ott van, mondja meg, maga bíztam, mondja meg neki. Mondja meg, hogy mi történt. Hogy azt mondja, hogy magát én bezártam. Ez az ember önt befalasztta. Hogy azt mondta, hogy én bezártam, azt is mondta. Nem. Na, persze, hogy nem zártam be, nem volt ilyen szemétláda. Nem zártam be, befalasztom, nem zártam be. Befalasztom, az tényállalék, ugye? Bezárni, nem oké, hogy napon nekézek kinyissam, mi oké? Ne haragudjon. Mi oké, portás vagyok, vagy hánymester, vagy Isten vagyok? Befalasztom, nagy dolog, oda tettem a létrát, akkor repülkem meg akar. Oda tettem, szóltam neki kendermagot is, akkor szálltam a kapot. Kérném szépen, most ha megkérdezhetném, szomszédok, hogy ön az öreg embert miért zárta be? Nem, szemenszedett hazugság, úgy hazudik, mint a könyvből vízfolyás, úgy hazudik. Kérném szépen. Enni is adunk neki naponta kétszer. Alul magának enni, vagy nem alul magának enni? Kétszer kap kenyeret enni. Ott van a földről a kenyér, rollerozik, vagy az Isten csinálja. Nem eszi meg, ott adja. Nem tetszik neki a víz kenyér, nem jó neki. Az ember a kisujjat adja, az egész szomszéd bát, mindjárt az egész kell neki. Az ember a kisujjat adja. Kérdezzük meg erről Józsi bácsit, mert hogy esetleg ő mégis többet tudna, mint ön, aki... Mondja meg, itt mondja meg neki. Mondja meg neki az Úristét magának, mondja meg, megeszem a cigarettát, vagy csinálom a magával. Nem tudom. Mondja meg már neki, őszintén. Nem tudom. Maga mit tud maga? Mit tud maga? Mit tudja, mi az Isten tud maga? Nem. Kérném szépen, a Magyar Rádiótól jöttem. Jó napot kívánok, örülök, hogy itt van. Itt az áll, hogy önök nem is szóltak neki, hogy jöjjön ki. Nem, idefélem, megmondom, mi volt. Ez 1945-ben bement a budira, bement. Bement az árnyékszékbe 45-be, aztán nem gyűjt ki. Útba volt, ugye építkeztük, úgy mondtam, jöjjön ki az Istent magának. Szóltam neki, hogy jöjjön ki, nem gyűjt ki. Hát most nem gyűjt ki, nem gyűjt ki, nem tudtam már. Nem tudom, maga mit tud? Mit tud maga? Mit tud maga? Hát a Klárika is azért hagytott magát, mert maga bement 1945-ben, azt nem jött ki 6 éve. Hát mit csinál magával? Kérek, és egyáltalán... Maga semmit nem tud, csak inni meg vizálni. Mit tud maga? Időközben... Olyan, mint egy törpe vízműtelep, olyan maga. Hát Tiszalökre kellene magát beépíteni, vagy hova az Isten, vagy Martfűbe, vagy mi az Isten, vagy Paksra, vagy hova kéne magát beépíteni. Megkérdezik... Ha 45-ben megmondtam magának, hogy jöjjön ki a klozetból. Ha Székelyeken is van, akkor rohadjon meg, mert mondom, hogy jöjjön ki a klozetból maga. Maga menjen ki, maga menjen ki. A lónak már rég enni kéne adni, mert beborul az is az agyába. De kérném szépen, hogy... Mit gondol? Megfogom az ember a tanicskát, nem tudok 2 méter hagyni, mert a televízió rá, jön neki, az ember tizégeti. Ezt nem tudtam, kérem szépen. Maradjon már csak, mert 45-ben szóltam magának, hogy menjen ki. Szóltam 52-ben is. 56-ban is szóltam neki. 64-ben is akkor nem volt semmi, akkor minek szóltam volna. De kérném szépen... Nem volt semmi. Mit tudott maga? Mondja, mit csinált maga az életében? Mondja már engem, én 14-ben voltam katona. Maga katona, ide figyelj magának, olyan lúttalpa van, hogy egyszer 2 irányba akar elindulni mindig. Hagyjon engem már békébe. Kérném szépen, hogy... Na, megnézzük. Ezt is megiszta, azt kivizeli. Mint tudom, hogy a régen. Maga mi csinált 14-ben? Magát beírta a katona. Hagyjon engem békében. Kitüntetést kaptam a olyan kavernája volt, hogy azt ültem, az orosz tüzérség szórakozik velem. Olyan kavernája volt, azt ültek maga, 14-ben maga végugatt az egész izsonzót, szórakozik. Hát még köhögte. Hát onnan tudta magát feljelentetni kérdését. Onnan tudta az ellenség, hogy hol vannak, hogy maga elnézést, hallgatott. Én 19-ben vörös kapott. Még nem fejeztem, mert 14-ben, amikor maga végugatta, mi? Végugatta, egyszer kapott kitüntetést, amikor nem köhögött egy éjszakán, tudom magad aludni. Bocsánat. Akkor tudtak magától aludni a század parancsolat, de Plecsi, 19-ben, amikor vörös katona voltam. Maga ott jött a Horthy mögött, és maga nyerített a lóhelyet maga szemét. Elnézést, kérek. Mert
olyan hülye volt, hát esküszöm, most nem az a szomszéd is itt áll, most már mindegy, hogy vagyunk vele. Mondtam neki, Józsi bácsi, hogy így vagyunk vele, hogy majd itt vagyunk vele, mondtam neki. Mondom neki, 19 olyan hülye volt, hogy a borotapamacsot tette oda a darutól helyett ez a szemétláda. Elnézést kérek, hogyha... 44-ben, amikor az ellenállás alatt lábas volt a fedő nevem, Jézus, akkor várjál, azt ellenállás, nem... maga ellenállásról beszél, idióta, maga ellenállt, amikor ki akartuk vinni a klozetbe, akkor állt maga ellen. Elnézést kérek, hogyha... Akkor állt maga ellen. Elnézést... Akkor maga ellenállt, úgy kapaszkodott abba a kurva klozet ajtóba, azt hittem, hogy az a nagy kabátja, a front mi magába a... Elnézést, mi a... Le is törött egy csomó gombról, vagy kizé már csapó. Hülyéket magy... mondok már is kérném magába. Szépen, mi a Magyar Rádiót, jó napot kívánok. Ja, jó napot kívánok, Magyar Rádió, persze. Én végig kitartottam. Kitartott, szálasi mellett, azt tudom, persze. Kérném szépen. Csókogatt és a pártszolgálatos egyenruhát lapont, azt hittem a frászám gyűjt. Kérek, de most nem erről. 52-ben is, mi maga? Most... 52-ben maga? 52-ben fölvonultam. 52-ben nem fogom ezt az idiótát, a Horthy képek kivonul május 1-én. Tegnap előtt meg elővette a Rákosi képet, azt babuzgatta hülyére. Elnézést, nem erről, ne erről beszél. Együtt fényezt a fejét, hogy csinálta. Ne erről beszél. Miről beszél? Az én házam először is arról beszélek, amire érek örök az Isten magának. Fene a mocskos pofára, maga beszél. Kané. Ide fiam, az Erzsike magát. Az egész falu szégyenkezik a fejed miatt, hogy a saját apádat befalasztott. 1924-ben, amikor megvettem a sepülnyeket, hogy jó volt. Arra nem gondolsz, a saját apádat. Akkor kimentünk ott a mezőbe, ott volt, akkor maga már sehol nem volt, én sem voltam ott már. A saját apádat. Maga nekem nem az apám. Maga nekem tudja, mi nézzen a tükörbe, maga idióta. Úgy néz ki, hogy olyan ló fel van, hogy a utcán megy, olyan lófej maga utcán abrakolhat erő papírja van. Maga átmegy a záróvonal, akkor maga nyerít. Maga megel a farkát, menekülök, akkor szarik, menjen maga innen a dolgára. Menjen maga a dolgára innen. Innen, az ember csak égeti a pofáját. A szomszédok is már, hogy az én magával. Magával. Ott voltunk, amikor, maga sehol nem volt, amikor én ott voltam. Azt adta, tudják, láthassák, tudhassák, azt adta témailag, amikor magát. Szemétláda. Az embernek olyan két oldalja van tőle, hogy olyan... Nem, kérném szépen, hogyha... Nézze meg már, hogy már befejez... nem, ott fogom, rohadjon meg a ló is, meg minden rohadjon meg. Megint ide vizelt. Hát mi maga, mondja meg őszintén. Nem, kedves rádióhallgatók, a falu vasútállomásán vagyunk. A házsépár mellett egy piros kis házikó. Mellette egy gyönyörű szép talapzaton szobor, a váltókezelője Józsi bácsi, sógora a bakter. A vasútállomás mellett állunk. Belépünk a házikóba, ahol fogad minket Józsi bácsi, sógora a bakter. Jó napot kívánok, a Magyar Rádiótól jöttünk. Jót kívánok, jó, tessék, bevált, jót kívánok. Mióta él itt... Ön. Jó, hogy kívánok, hát szállítok arra, hogy én dolgozok itt 17 éve, vagyok, megvan a számításom, nagyon jó el vagyok. Itt én vagyok, Sompot, Csáránfőnök, Sompot, százalékra dolgozunk, ugye? Na most megvan a dolgok, megvan a dolgok, rendben mennek. Mertem volna arról szeretném önt megkérdezni, hogy mit tud a dologról? Milyen dologról? Hát, ami történt most az elmúlt... Jó, hogy ne, persze, itt az a hülye kamionos, én mondtam neki, vigyázzon, jön a Sorompó lefelé. Jön ott a Sorompó lefelé, ez a hülyéje meg már, én maga a kerecsendi kettesben volt a vágányon. Mit tudtam csinálni, szóltam a szomszédoknak, gyertek, milyen jó balit, már rég láttatok. Na most... Ugye, ez volt. Ez tényállam. Én meg százalék vagyok, 17 éve, megvan a számításom. Elnézést, hát, kérek, mi itt a Magyar Rádiótól vagyunk. Jó napot kívánok, üdvözlöm, felszik ezeket. Azzal kapcsolatban, hogy az öreg Józsi bácsit kis befalaszták, a maga sógorát, Józsi bácsit befalaszták. A Józsi bácsit? Ja, só... Na, ja. Befalaszták a Józsi bácsit, mit tudott? Mi befalaszták. Most jelzom meg, narag, ugye honnan tetszett inni? A Magyar Rádiótól, jó napot mi kívánok. Mi az öreggel? Befalaszták. Az öreg húgyos Józsit befalaszták? Nem tudom. Biztos már 3 év. Várjon, Sanyi, gyertek már, Gyuri! Beszartok, gyertek már, miért nem hallott el olyan. Elnézést kérek itt most, ma most fel... Várjon csak, ne haragudja, honnan tetszett jönni? A Magyar Rádiót. Jó napot kívánok, nagyon jó. Mi csináltak, befalasztál? Befalaszták. Gyuri, gyere, mert eldobod az agyvelő, gyere ide. Ha ide fiam, az állandó húgyori. Ez léghugyozta a világháború. Kinek ilyennek olyan vándor veséje van, hogy én mentem le érte Fehérvárra külön vonattal. Várjon csak egy kicsit, mi csináltak vele, azt mondjuk. Befalaszták, és erről szeret... Befalaszták. Józsit? Az öreg Józsi bácsi. Várj, bocsánat, elég. Menjetek a dolgotokra, senkinek nincs semmi dolga. Na. Tűnés, mi most erről szeretnénk egy a faluba, akkor a marhaságra tűnés innen. Na. Riportot csinálni, hogyha esetleg segítene nekünk ebben. Hogy, nagyon szíves. Várj,
hogy az öreget el tudom ki... Ha elmesélné, hogy hogyan történt. Hogyan történt? Kérem szépen, megmondom őszintén, hogyan történt. Mondtam, álltam a sorompónál... Nem, most nem arról szeretném, hanem... Százalékban vagyok. Én száz, nekem megéri. Kérném szépen, az egy másik műsor. Na most tekerés közben sokszor kell tekerni, mert ugyanaz ember vele, hogy jön a vonat. Ne haragudjon, elnézést. Ja, parancsolj. Mi okozta a problémát? Ő mégis ott állt mellette. Nem, én a sim mellett álltam egy kicsit balra. Na most a problémát elmondom. Kérem szépen a problémát. A probléma. Kérem. Elmondom, mi a probléma. Nekem egy problémám van, izzad a lábom. Ez tényállam. Nem igazán. Kérem szépen. Nekem akkor még nem volt pamutzokni. Ez tényállam. Leveszem a lábat, kenem abból az övben, nézze meg az elvtárs, hogy honnan tetszett jönni? A Magyar Rádiótól jó napot kívánok. Megnéztem, ha leveszem a lábamat, egy kicsit fotós, nem undorító, nézze meg, egy kicsit izzad a lába. Kentem ebből az övdel is, már voltam én már mindenütt vele. Kérem, ez egy nagyon kellemetlen probléma. Elnézést kérek, hogyha megmondaná, hogy mit tudott arról, hogy befalaszták Józsi bácsit? Hogy mit csináltak? Mit tudott arról, hogy befalaszták Józsi bácsit? Hát arról semmit, még Pesten voltam pamuzoknél, úgyhogy arról semmit nem tudok. Kedves hallgatók, megkérdeztük a helyi tanács elnökét, hogy ott mit tudtak az ügyről. Sebes elvtárs, önök mit tudtak az üggyel kapcsolatban? Jó napot kívánok! A Magyar Rádiótól jöttünk egyébként, elnézést, hogy nem jó napot kívánok. Előre. Jó napot kérem szépen, kívánok. Hát mi itt mindent tudunk, ugye? Már hogy itt figyeljük az emberek életét, ugye? Nekünk minden egyes hát, lakós az személyes ügyünk, ugye? Hát kérdezem, hogy minden figyelünk, értem. Ugye? Minden tudunk, úgyhogy miről is van szó, tessék mondani, mert van. Kérném szépen, a öreg Józsi bácsi befalazásával kapcsolatban persze, szeretnénk bácsi. Hogyne, hogyne, persze. Teljes tényállás van, mint biztos fennforgas. Tudnak róla. Hogyne, persze. Köszönöm szépen akkor, hogyne, hogyha elmondaná egy pár nagyon rövid mondatban. Ugye? Megkeresett engem a múltkoriba a Kárcsi. Elnézést kérek, hogy itt közbeszólok, a Karcsi, a kedves rádiogatók nem tudják, a Józsi bácsi sógora. Sógora, unokahúgának a nővére, persze. A Bakter. Született Bergel Elvira, az ott magyarosított név Baum. Persze, ezt tudjuk, hát ezt tudjuk, kérem, ez meg volt, megkeresett minket. És közölte velünk, hogy itt egy falazás tényállása van fennforgásilag, mint fennforgásilag képezett tényállás. Persze. Bakternak. Hogy lett Baum, az is magyarosított név, teljesen Bakter. Baum az ott magyarosított név volt, persze. Most elképzelhető, hogy ez egy... Bocsánatot kérek. Haló, szervusz Béni bátyám, parancsolj. Hát, most van itt épp a elvtárs. Honnan is van maga? Televízió? Magyar Rádió. Egy hülyeség, minden, teljesen. Igen, hát most itt tényállás fennforgása van. Tényállásban. Épp most nem veszi föl. Nincs nem magana olyan izé, ugye, hogy hangrögzítés. Jó, nincs. Nem, szendvics az van a radarban, nem tud fölvenni. Persze, mielőtt kimegy, úgyis letöröljük az egész hapsit. Persze, vigyázz. Nem jegyzetél azt. Nem. Amit mondok, az kettőnk ugye, között marad. Persze, hogyne. Szervusz, feltétlen Bédi bátyám, átadom. Én is a tiedét neked. Hogyne, persze. Gizike drága, ne adjon be több vonalat, nem most itt fennforgás van. Igen. Persze, jövök én ebédelni. Hogy lepényes, úgy minden estű, persze. Nem, fröccsöt azt nem, mert kocsival vagyok. Persze. Valami töményet, ha lehetne inkább. Köszönöm. Szóval, hogy visszatereljem a szót az eredeti medrébe, amelyikről most tulajdonképpen szó van. Szóval megkeresett minket a sógor, unokanővére, aki unokanővére nagynének az unokabátya, aki Balotára jött vissza, az öt bakter. Megkérdezném, hogy ez tulajdonképpen nem lehet, hogy egy családi bosszú visszamenőleg. Hogyne, egész az 1700-as évekig megy vissza. Értem, ezek szerint elképzelhető, hogy köze van az ügynek a hegyaljai felkeléshez. Hát ahhoz nem, de egy szecskavágót elloptak tőlük, és az még nem került vissza, attól van fennforgásilag, egy tényállás. Na most elnézést, hogy itt még egy kérdést közbeszúrok, miért nem lehet pamutzoknit kapni a faluban? Ez úgy hiszem szervesen kapcsolódik az ügyhöz. Nem lehet, hogy ezért falaszták be? Nem, ezért ágaztak el a sinek kálónál, mert nem bírták a bakter szagát. Ez na most kérem szépen, nálunk ügyintézés van, ugye? Nálunk ügyintézés van, figyelünk. Lekértük az aktákat egész Verbőcég visszamenőleg. Értem, megnéztük igen. A dolgokat. A dolgok azok ott vannak, ugye? Helyükön értem. Vannak. Tényállással. Na most még egy kérdés. Kétféle ügy van itt nálunk. Igen. Ugye? Vannak úgynevezett nehéz ügyek, és úgynevezett belső családi ügyek. Igen. Értem, bakter. Bakterilag, persze, bakterilag vannak ilyen családi ügyek. Értem. Kérem szépen. Na most kérem, két verziót dolgoztunk ki, mi itt a helyi tanács. Igen. Az első variáció,
hogy a Józsi bácsit behagyjuk a falba, és megénekeljük. Ez az hát rövidebb. Ez most van. Úgy is divat nálunk, ez persze, a nagy divat, Róku, megnyilvánulása persze, életnek, persze. Hogy budapesti persze, vendégművészekkel persze, esetleg lehetne egy ilyen kellemes kis keríteni belőle. Ha nem, akkor bemegyünk a templomba, ott szoktunk kulturális rendezvényt csinálni, mert meg vagyunk. Most ezt nem tudom, a második verzió mennyiben távol? A második verzió az egy nagyon jó verzió, mivel ugye a lakásinségbe ezt a falat lebontani már nem lehet, egy lukat vágunk a falba, ugye? Értem, na most ez, hát azt hiszem a kedves rádióhallgatók is tudják, hogy ez nem vetne jó fényt a falura. Hát fényt azt nem vetne, be van falazva, az tényállás. De viszont levegő az van, ugye? Na most arról van szó, hogy itten hozottunk terveket ugye a Lapátfalváról, nagyon jó mérnök. Látom, nagyon elmés kis... Persze, nagyon kedves kis dolgok. Skicceket látok az asztalon, amit a mérnökök készítettek, hogy milyen egyszerűen tud eljutni az élelem Józsi bácsihoz a sertésektől. Ugye, mert itt begyűrűzött nálunk az olajválság, ugye? Igen, hogyne, hogy az olajválság is begyűrűzött, ezért költséges nekünk ez a dolog, ez hogy táplálás. Persze, és ezért a spórolásból ki fog eltalálni, a disznóktól megmaradt moslékot, adjuk az öregnek, az meg feldolgozza. Persze, feldolgozza magának, ott el van vele. Köszönjük szépen. Nagyon szíves. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió nem rest arra, hogy utána járjon a kényes dolgoknak. Egészen megyei szintig mentünk. A megyei illetékes hivatalában vagyunk. A megye fővárosában a villamosítás, rengeteg gépkocsi, mind az iparosodást tükrözi. A megyei illetékes dr. Dudás Levente. Dudás elvtárs, hogyan sikerül majd megoldani ezt a problémát a megyének? Hát kérem szépen, a probléma adva van, ugye? Mi tájékozódtunk, kellőképpen informálódtunk. Sajnos egy kicsit elkéstek ebből az információval, de mi kidolgoztunk egy úgynevezett gyors csomagtervet, értem. Akcióprogram keretén értem. Belül két verziót tudunk elképzelni. Igen. Az első megközelítési mód, ugye? Na most a második megközelítési mód az a járhatóbbik, ugye? Igen. A második megközelítési módot úgy gondoltuk ki, az a legrövidebb, hármas villamosal a Kiserdőig, és ott balra. Igen, értem. Na most elnézést, nem tudom, hogy ez a villamosítás mennyiben befolyásolja Józsi bácsit. Ó, befolyásol mindenkit a villamosítás, olcsóbb, mint elnézést, a vízi út. Gondoltak persze, önök arra, hogy érdekes dolog, kérem hogy szépen. Kényelmi szempontból esetleg Józsi bácsinak beépíthetnének egy villamos széket hogy is ezen gondolkodtunk, persze. Ezen gondolkodtunk. Ez mennyiben érinteni? Nagyon megrázná biztos az öröm. Értem. Gondolkodtunk egy olyan megoldáson is, hogy ugye szövetkezeti szinten. Esetleg persze. Az áfésszal karöltve. Hogyne, és ezt az alkalmat szeretném megragadni, hogy a kedves rádióhallgatókat csókoltatja a dunántúli áfész. Szépen áfészszal. Azt hiszem, nagyon szép dolog egy íróasztal mellett elmélyültem beszélgetni a humánus elvek alapján. Hogyne. Én nagyon sok Józsi bácsi van az országban, úgy gondolom, rengeteg Józsi bácsi van. Én személy szerint ismerek legalább 14-et. Ott van a Szalócai Józsi bácsi, a Wolfhauser, nem, várjon, 15-10 a feleségem, 2-t. Na most, hogyha holnap fölhív az elvtárs, pontosan megmondom, hány Józsi bácsit ismerek. Köszönjük szépen, jelentkezni fogunk, igen, azt hiszem. Köszönjük szépen. Összegzésképpen körbejárjuk mikrofonunkkal az eset érintetteit. Ki mit akar? Mit akar Józsi bácsi? Hagyjanak engem vizelni! Józsi bácsi, kérem, ez nem... Hagyjanak nyugodtan vizelni! Mit akar Béla? Mit akarok? Minek megy a dolgára? Miért nem mindenki a dolgára? Az a legegyszerűbb, hogy mindenki megy a francba dolgára, ugye? Elnézést! Megy a dolgára, a televízió, kérem, megy a francba, megy a televízió, megy a filmjár, megy az újság, megy a rádió, a televízió, a mosógép, a frigider, a porcivó, mindenki megy a francba. Megy a Gergo is a francba, innen. Mindenki megy a dolgára, ne izégessék az embert, így szórakoznak. Mindenki megy a dolgára. Mit akar Karcsi? Kérem szépen, jó, pamützok, mint abban nem izzad a lábam, mert nagyon fontos. Hova akar eljutni Sebes elvtársa a tanácstól? Kérem szépen, Afrikába szeretném megnézni a piramidonokat, nagyon szeretnék oda eljutni Afrikába. Piramidonokat szeretném megnézni, ha lehetne majd. Piramidonokat szeretném megnézni, ha lehetne. Mit akar a megye? Bort, búzát, békességet a magánéletben is. Köszönöm szépen. És végül az utolsó szójogán. Mit akar Józsi bácsi? Most már semmit, most már el leszek egy darabig.
Hölgyeim és uraim, a Rabotnyik című folyóirat főszerkesztőjét, Jevgenyi Panangint kérdezem, aki végig Jelcin mellett volt a puccs idején. Hogyan történt a puccs a Szovjetunióban? Теперь в Советском Союзе вон консолидация, нич проблема. Végig товарищ Jelcin mellett voltam. A baleset véletlen történt, ami volt az autóval. Mi történt a balesetben? Neki ment 34 darab teherautó, de hát ez... Na de hát az a hülye minek duda, amikor már pirosban úgyis benne van, hát ezt nem lehet látni. Szerencsétlen volt a kamionsofőr, aki szintén belement a csomagtartójába akart belemenni, de hát az ajtót talált el. Erre 6 pontot adott a KGB neki. Mi történt Jelcinnek? Hát akkor utána, hogy neki ütődött az autó, sajnos nem volt kivilágítva a Moszkva folyó, és beleesett a vízbe. Jelcin beleesett a vízbe? Beleesett a vízbe, de. És mit mondott? De mit keresett Jelcin a vízben? Hát havi 400 rubel, illetve... Ez bylo očen interesné, pata musta lement a fenékbe, mert nem vannak a fenékbe most nagyon. A folyó fenekében talált egy nyasztajás, ilyen németszki a tenger alattjáró be volt furódva. Hogy került a tenger alattjáró? Hát berepült a Vöröstérre, de leszettük, lelkileg. Lekényszerítettük, mondtuk neki, gyertek le, mert baj lesz. És akkor... Nos, végre mi egyről beszéljünk a puccsról. Na most a puncs nagyon, nagyon probléma volt, mert amikor neki ment egy lánctalpas repülőgép Jelcin autójának, mert már azért attól majdnem elért a Kremlbe. Mi történt Jelcinnel, ezt mondja nekem a puccs idején? Hát kiírta a körorvos, mert fajt a feje egy kicsit neki. Amikor rázuhant az épület, azért egy kicsit megütötte a fejét. Ez mind baleset, ez accident, ez véletlen dolog. Bocsásson meg, de hogy... A forgalmi rendőr teljesen véletlen esett bele fejjel az autóba, nem volt ilyen. És hogy fölrobbant vele a kézigránát, az véletlen volt. Mindenkort magával szolgálatban kézigránát hordja az anyósát, az is elég csúnya, nem? Bocsásson meg, de ha jól tudom, akkor a pugó... Ilyen disznosságokat ne teszünk. Jó, másképp a pugó, aha, és Akromejev öngyilkos lesz. De ez tény, de sajnos... Hogy történt ez? Igen, mind a kettő személyesen menekülés közben hátba lőtte magát. És hogyha a krónikák igazak, akkor Besmernyik, Lyukjanov, Pavlo pedig beteget jelentett. Igen, kaptak egy ilyen rubeolát. Ez nagyon veszélyes a 6. hónapban terhességnél, az nagyon nagy probléma. Konszolidálódásnak vannak nyomai? Hát, nálunk konszolidáció van. A grúzoknak például ott van ez a Gamso Kurdia, aki szemben állnak velük a tejbe grúzok. Ez egy világos dolog. Ez egyik szó jasna. Na most. Azt mondja az armeinek, az Azerbajdzsán. Nem azért mondja Azerbajdzsán, azért, nem azért. Nem azért nem engedi át az oszét vonatot a grúz Azerbajdzsánba, mert azért. Azért nem engedi át, mert csak azért. Mi a lényege a nemzetiségi konfliktusoknak? Maguknál mióta a rendszerváltozás van, ez nem rozumiest, maguk mindent félre magyarázat. Maga szakértő, kérem. Hát szeretnék az Jelcin lenni, mellett van. Szóval, következő van a csomgyela. Elmondom, mi a lényeg. Itt van a Karabakh, ugye? Karabakh. Amikor a grúzok az örményenek nem adták vissza, a krimi tátárok áttelepültek Volgográdba. Ez világos, de? Na. Az ott nevű nyűszétek felázították a horákokat, beszorultak a gagauzokkal, de? A lukasztós gagauzokkal, de? Akkor világosá vált, hogy a volgai németek például megcsinálták a saját maguk német hajóvontatok dalát. Ez az Eljuch Nein, ezt megcsinálták. Na most, hogy jött-e ez a KGB? Hát ez természetesen, hogy telefonhívásra. Nekem azt mondta Krúcskov, hogy ide figyelj Nyikolajenka. Azonnal csinálj rendet. Én meg elindultam Leningradba, rendet csinál. De hiába keresem én Leningrad, de légy, akkor már rég Szentpétervár volt. Hát én mentem, kerestem, már legalább Szentpéterrel, hol van Aurora. Majdnem a Nimitzel találkoztam össze. Most bocsáss meg, ön szerint jogos volt az, hogy a litvánok kiváltak a Szovjetunióból? Teljesen egyértelmű a litvánok. Hát az észt meg a lett, az litván lett észt. Észtékű lett a litván. Kérlek. A litvánok azzal kezdték, hogy a lengyeleket azonnal felszámolták, hogy ne legyenek autonómak. A lengyelek kikiáltották az autonómot, ekkor a lengyelek, meg a litvánok, meg az oroszok azt mondták, hogy rabok voltunk mostanáig, fényesebb a lánc, Bergisztél a Prunszkijene. Addig sikáltak, míg világított. De. Na most, a puncsista. Na, bocsássa meg, szeretnék rákérdezni. Gorbacsovot ugye fogva tartották. Most én a csomgyel. Gorbacsov, ha jól tudom, igen, kemény körülmények között volt. Na most én elmondom. Bár ugyan tudtuk róla, hogy 4 féle verziót készített a maga fogságába ejtésétől.
Tehát arra gondolok, hogy négyféle kazettát küldött el négyfelé. Kerek ez a kazetta, nem fér a zsebemben, négyfelé kell vágni, úgy kell elpróbálni. Van egy ilyen magyar Gorbacsov elküldte a négy kazettát. Elküldte. Hogyan ön ott volt meg mellette? És most kikölcsönözték egy hónapra, majd vissza kell hozni. De. Mi történt Gorbacsova? Milyen körülmények itt van, között itt van. Volt? A puncsisták a Krimben a Gorbacsovot bezárták a gyerekjárókába. Ez világos volt. És mondták neki, mi is a maradj ott, mert pofán vágom. Nagyon kömények voltak a puncsisták, mert a járókában nem adtak se csörgőt, se cumit neki. És Gorbacsov hogyan vészelte át a fogságot? Az én feleségem vitt neki tejet. De pasztorizált tej, nem volt csak ez a tehén, lehúztak és az volt. Csodálkozott az egyik tejestőr, azt mondja, tavaris Mihály Szergyevics, én húzom eladatom nek a tejnek a tölgyét, és miért normál benzin jön belőle? Akkor vett észre, hogy cső áll ki a tehénből. Hát egy tank tehénnek alcazta magát. Kik voltak azok, akik elárulták lényegében Gorbacsovot? Mindenki puncsista volt. Mindenki. Mindenki? Mindenki. És milyen körülmények nagyon, között volt? Durvák voltak? Nagyon durvák voltak neki. Mondtak neki, na most akkor, Mihály Szergyevics, majd megérsz a rántott levest, meg kell egy nagyon finom. Tessék meg enni rántott levest. És azt mondta, köszönöm, nem kérem rántott levest. Miért nem kérem? Mert már 14 testőr belehalt, azért nem kérem. Azt mondja neki, puncsista, nem ízlett a rántott levest, de ízlett, de túl volt cianozva, nem lett megenni. Hát amikor már látod, hogy 14 testőr ugye kiengedi a fáradtolajat ilyetibb, akkor már nem... Köszönöm, én mára már nem vagyok éhes. Bocsássam, de Gorbacsov családja hogyan értesült arról, hogy egészséges-e vagy nem? Egy főzőkanállal morzéleket adott le. Veregette a csövet, és akkor följött a fűtés, mondta, mi a kurva anyának baszogatják őket. Fűtő Fűtovics Holadnának hívták. Mondta, hogy tudja, hogy hideg van, nem tud fűteni, mert nincs több testőr, illetve nincs több fa. És a központi bizottság megtagadta A központi bizottság kezdettől fogva mindent megtagadott. Mint Péter is megtagadta. De nem ez a lényeg. Eddig értem. Én nem értem, csak azért mondom. Bocsás, ha jól tudom, megsérült Gorbacsovnak a neje is. Igen, megsérült, de nem ez a lényeg. Beverte a riasztókészüléket, hogy már poroltóval lehetett csinálni nagyon ilyen orosz krémtortát, azt csinálta. És abba álcázták a videó felvételt, és az egyik testőr a nadrágtartóján keresztül húzta ki a antennát, és azzal adott a riadó jeleket a Bushnak. És a Bush akkor azt mondta, hogy most már minden tud. De egyet ugye... nem értek, itt van a lényeg, a Pavlov, ő mondta, azt mondta, hogy neki kanyarója van. De beteget jelentett. Be is feküdt a kórházba, észrevette magán, hogy annan körbe jár, kanyarója volt, ez világos. Akkor meghallott, hogy elment a kórházba, és beszorult a gyerekágyba. Nem érdekel. Bocsássam meg, ugyan az nem igaz, hogy kivégeztek volna valakit a puccsisták közül. Nem lehetett kivégezni, mert akkor még nem volt állam a pisztoly, akkor még nem lehetett semmi. Na most az egyik öngyilkos... A bugó öngyilkos. Igen, mert megtudott, skarlatja van. Na most akromelyet meg felszólították. Hát megbüntették, hát nem tette ki a piros cédulát az ajtóra. Fertőző puccsa van neki, és akkor be... Nem teszik ki a piros cédulát, mi is oda dolog? És Lyukjanov, mi történt? Hát a Lyukjanov az világos volt. Észrevett a tükorban, hogy a hátán van egy nagy Lyukjanov, hát az észrevett. Megfázott tüdőgyulladás kapott, hideg volt a kés. Hát az világos dolog volt. Na most, mikor kapták meg a magyar elismerést? Rögtön. A doktor Türmer Gyula azonnal express ajánlva feladta, hogy gratulálok előre, csak itt van, puszi, minden volt. A Türmer az rögtön reagált, segíteni akart. Hogyan eszméltek rá a többi nagyhatalmat? Küldtek speciális gyógyszert a magyarok rögtön. Türmerek küldtek gyógyszert? Kikísérleteztek Janka Pusztán, hogy bárki beveszi, 10 perc múlva mindenkit elküld az anyjába, ez egy nagyon jó gyógyszer. A másik a magyar vérkonzert. Igen, aki bevette, az se dolgozni, se harcolni nem akar. Világos. Most ezek után mi lesz? Most már minden világos. De hát autonómia. Mégis csak szétbomlik minden... a Szovjetunió. Nem. Autonómia. Az egész nagy autó. Autonómia lesz a Tadzsikisztán, kiválik az Azerbajdzsán. Azerbajdzsán, mert kiválik, de? Kiválik Kazasztán, kiválik Moldavia, kiválik itt a Balti, az ezt a Litván. Kiválnak az oszétek, a grúzok. Kiválik ugye ottan a Szibériában. Ukrajna kiválik. Mindenki elmegy, mindenki kiválik. Szovjetunióban mindenki elmegy, és kimarad a Szovjetunióban. A Szovjetunióban? Szerintem a zsidók.